Telefonon beszélt Olexi Reznikov ukrán és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. Az ukrán politikus háláját fejezte ki a Biden kormány által szerdán bejelentett 1,8 milliárd dolláros katonai segélycsomagért Ukrajnának. Az Egyesült Államok a háború kezdete óta csak nem 22 milliárd dollárnyi katonai segélyt nyújtott az országnak. Az ukrán hadsereg gyorsan megtanulja kezelni a Patriot légvédelmi rendszereket, sokszor bizonyították képességeiket. A nyilatkozta Reznikov.